Ma az irodalomra és a könyvekre fókuszálunk, de a numizmatika világába is elkalandozunk. Köszöntöm Önöket! Ha velünk tartanak, megismerhetik a helyi éremgyűjtőket és Kohi Jászmint díjnyertes szavalót. Kovács Attila az olvasás élményeit osztja meg velünk, és bemutatunk egy feltörekvő énekesnőt. De természetesen programokat is ajánlunk. Tartsanak velünk! Csillogó érmek, patinás pénzek, a régmúltkorok fizetőeszközei és a hajdani kutya bárcák is megtalálhatók a halasi éremgyűjtők féltett kincsei között. A nagymúltú csoport tagjai minden hónap első hétfőjén találkoznak itt a Sétál utcai közösségek házában. A találkozón sok érdekességet megtudtunk, ismerjék meg Önök is az éremgyűjtőket. Fém és papírpénzek, érmek, értékpapírok, kincsek a múltból, kiadványok a jelenből. Többeknek a numizmatika a hobbija. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének 40 vidéki csoportja van, közülük az egyik legnagyobb múltú, a kiskunhalasi. 1963 óta csináljuk, még a Nagy Loránd ügyvéd úr volt itt a tudós éremgyűjtő, és akkor négyen beléptünk a Magyar Numizmatikai Társaságba. Sajnos azok közül már csak én élek. A többiek elmentek. Aztán később megalakult a budapesti éremgyűjtő egyesület. Akkor átmentünk oda abba az egyesületbe. Aztán megalakult az országos egyesület 50-valahány éve, akkor oda mentünk. Hát én olyan az elején kezdtem, hogy 184-es tagsorszámom van. A Loránd bácsinak volt 181, Gergely Jóskának, az Órás Kovácsnak. Aztán csináltuk mi ezt egy időben, nagyon szorosan fogták az éremgyűjtőket, mert például, ha éremgyűjteményem volt, be kellett jelenteni a belügyminisztériumnak, csak akkor vehetett a pasas aranyérmet, mondjuk, hogyha volt neki egy Mátyás király gyűjteménye, akkor csak akkor vehetett, ha bemutatta a Mátyás király gyűjteményt. Talán nem is gondolnánk, milyen jelentősége van a régi pénzeknek. Jó dolog ez. Egyfajta múltőrzés. Hát például mondom, hogy mire jó az éremgyűjtés. Hát ami előkerül a földből vagy máshonnan, az a múzeológusoknak, másoknak nagyon komoly kormeghatározó. Például a Sóstó mellett van az Árpád-koli templom és temető, aminek csináltunk aztán a közreműködésem egy emlékművet a tetején a madárral, és három érmet talált a Bicó Piroska, az volt akkor az igazgató itt a Torma János Múzeumban, és az a három érmével pontosan meg tudta határozni, hogy a 11-13. Században volt itt Halason, a Sóstó mellett egy falu temetővel. Tehát ez a fontos az éremgyűjteménybe. A csoport tagjai többféle gyűjteménnyel rendelkeznek. Az érem, meg az érme az egy külön kategória. Az érem az egy valaha forgalomban levő pénz. Az érme az pedig jubileumi alkalomra kiadott, vagy a Magyar Nemzeti Bank által kiadott érme, tehát fém. A halasi csoport titkára is különleges gyűjteménnyel rendelkezik, ebbárcákat gyűjt, amiket ma már igen nehéz beszerezni. Elsősorban 19.-20. századi pénzeket gyűjtök, és van egy úgynevezett ebbárca gyűjteményem, ami egy sajátos terület, tehát értéket darabonként nem olyan különösebben tartalmaz,
tehát 2-3-4 ezer forint, ugye ezekben a városi bárcák, azok a ritkábbak, például Szeged vagy Debrecen. Annak idején ugye ezeket vármegyénként adták ki, sorszámozottan. Azonosításképpen kutyák nyakába lógtak, oltás végett is, ugye jegyző özlettek kioszva, és akkor minden évben cserélték őket. A numizmatika iránt érdeklődőket a Sittal utcai közösségek házába várják a halasi éremgyűjtők. Minden hónap első hétfőjén 5 órakor itt vagyunk, és szívesen látunk vendéget is. Ha valakinek van gyűjteménye, vagy tanácsot szeretne kérni, szívesen segítünk. Egy tehetséges, csupa szív kiskohalasi diák, Kuhi Jászmin nyerte a Petőfi Szavalóverseny vármegyei döntőjét. A központi református általános iskola tanulójának tehetségére már évekkel ezelőtt felfigyelt Boros Helga tanárnő. Gyorsan egy hullámhosszra kerültek, ennek pedig számtalan siker az eredménye. Jászmin kortársainál is érettebben gondolkodik, imádja az olvasást, azt mondja, a könyv illata az otthont juttatja eszébe. Én mindig is nagyon szerettem verseket, vagy bármilyen irodalmi művet olvasni. Nagyon közel áll hozzám, kikapcsol, ha olvashatok, ha megtanulhatok valamit, amit utána jó érzéssel mondok el, és szerintem ez mindig egy olyan stabil pontja volt, és lesz is az életemnek, ami mindig ott lesz. Én nagyon-nagyon szeretem már magát a könyv illatát is, hogy leveszem a polcról, és beleszagolhatok, és egy olyan jó otthon illata van, nagyon kikapcsol, és mindig hangulatomtól függően választom ki azt, hogy mit olvasok, hogy elolvasok egy könyv leírást, hogy miről szól, és már rögtön magával ragad. Jászmint már negyedik éve tanítom, az első két év volt a covidos időszak, amikor sajnos nem mehettünk versenyekre, de hetedikben beindultunk, és rögtön egy országos Kozinci aranyérmet szerzett Jászmin. Már itt is azért látszott, hogy neki a stílusa, a kiállása, a tehetsége mind szépen egy gyermekben összpontosul, úgyhogy utána mentünk rögtön Szankra, Kányádi Szavaló versenyre. Ott is megnyerte a 7.-8. évfolyamban 7.-esként a szavaló versenyt, és hát itt a Kazincin is Jászmin 7. osztályosként kapott 7.-8. kategóriában Kazinci aranyérmet. Most pedig a Petőfi Sándor szavaló versenyen indultunk, itt a megyei döntő volt a végső döntője ennek a versenyfolyamatnak. A Halas Médián láttuk a kiírást, és én nekem nagyon megtetszett, aztán pedig itt az iskolában többen is indultunk. 3 gyermeket hívtak be innen a központi iskolából a megyei döntőre, ami azért is nagy szó, mert 450-en jelentkeztek erre a versenyre, és a legjobb 12-t hívták be kategóriánként, és ebből hát 3 gyermek az innen a központiból indult. A tanárnőm elküldte, hogy miről is szól a verseny, és magát a versenyfelhívást, amit én nem is olvastam el annyira részletesen. Fel volt tüntetve, hogy a Jövendőlés című verset kell elszavalni, és én azt meg is tanultam, és azt hiszem egy-két hétre rá fel is vettük itt a könyvtárban a verset videóra, ami el lett küldve az egésznek a központjába. És utána rá egy hétre jött egy e-mailem, hogy behívtak a döntőre, ahol választhatok egy verset, amit majd elmondok a 7.-8.-9. évfolyamú korosztály mezőnyében. Ez a Minek nevezzelek című vers volt. Elolvastam, és nekem rögtön nagyon tetszett, ahogy magával ragadott az egész, nagyon közel áll hozzám ez a érzelmes műfaj, és nekem nagyon tetszett.
amikor mondták, hogy az első helyezett Kohi Jászmín, én bámultam, és nem mertem megmozdulni. Egyáltalán nem akartam elhinni, de amikor nézett rám mindenki, realizálódott bennem, hogy tényleg én. Ez nagyon jó érzés volt. Jászmínnál is, és a többi gyermeknél is, akik olvasnak. Gyerekkoruk óta már szülők felolvastak nekik esténként, meséket mondtak, ez folytatódott mondjuk az óvodában. Sokat beszélgetnek velük otthon, vagy az iskolában is. Sokkal jobb kommunikációs képességekkel rendelkeznek. Nekem ez a tapasztalatom, tehát hogy amikor a gyermek megszületik, és beszélnek hozzá, a szemébe néznek, nem a tévé, vagy a kütyű, vagy a készülék az, ami közvetíti neki, hogy hogyan kell megtanulnia beszélni, és képeskönyveket néznek, utána a szülő esténként minden este rendszeresen felolvas neki, vagy fejből mesél. Ez bizony a gyerekeknél egy hatalmas előny azoknál, akiknél ezt tényleg meg is teszik. Minek nevezzelek, ha megzendülnek hangjaid? E hangok, melyeket, ha hallanának a száraz téli fák, zöld lombokat bocsátanának, azt gondolván, hogy itt már a tavasz. Az ő régen várt megváltójuk, mert énekel a csalogány. Minek nevezzelek? Klasszikus és kortárs irodalom, vidám történet vagy dráma, ismeretterjesztő könyvek és verses kötetek. Olvasnivalók sokaságát ajánlotta már műsorunk lapozgató rovata, mely hamarosan a 300. epizódjához ér. Most bemutatjuk, hogyan készül a lapozgató. A jubileumi adás főszereplőjétől, Kovács Attilától pedig még azt is megtudtuk, hogy 4 éves korában tanult meg olvasni, és azóta is falja a könyveket. Szervezés, csomagolás, utazás, helyszínberendezés, egyeztetés a szereplőkkel, a technika beállítása, a felvételek elkészítése, a nyersanyag szerkesztése, vágása. A szerkesztő, az operatőr és a vágó közös munkája kell ahhoz, hogy hétről hétre elkészüljön a Halas Televízió lapozgató rovata. Az adás tábja a kedvenc olvasmányaikat bemutató vendégekkel közösen 2016 óta népszerűsíti az olvasást. A lapozgató a 300. adásához érkezik. Az új részek nemrég kerültek rögzítésre a Városi Könyvtárban. Itt kérdeztük olvasás élményeiről a jubileumi adás vendégét, dr. Kovács Attila kvízbajnokot. Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget és a meghívást, és pont azt, hogy éppen a 300. ünnepi ajánlónak lehetek a kicsit a részese. Pontosan azért buzdítanék mindenkit a könyvnek a kézbevételére, amiért a saját fiaimat is tettem, és most ugye 6. a kisebbik fiam, és egy picit néha nógatni kell, hogy a számítógép képernyője előtt üljön le és olvasson, de az az érzés, amikor valóban az az illat, például amikor akár egy frissen nyomdából kibocsátott könyvet, vagy éppen amit én hoztam, egy 30-40 esztendővel ezelőtt kiadott könyvet az ember a kezébe vesz, és elkezdi lapozgatni, az csodás érzés, nekem legalábbis, aki 4 évesen már megtanultam olvasni, és utána azóta se felejtettem el, remélem, és azóta is hát falom a könyveket, ami az embernek tényleg egy szenvedélye is. Ma már annyi lehetőség van, hogy az ember megismerje a világot, ami körülötte van, és hát ugye a különböző médiából is, médiumokból is ugye ömlik ránk, özönlik az információ, de például egy nyaraláson, vagy az ember, ha egy nagyon kellemes karosszéket oda készít magának, nálunk is egy ilyen félig meddig kis heverő van, ahol az ember, hova letelepedik az ember, és akkor a saját világát összehozza, összekapcsolja annak a könyvnek a rabulejtő világával. Ez más érzés, mint amikor a képernyő előtt ülünk. A Géniusz főorvos egy klasszikus művet mutat be a jubileumi adásban. Én most egy megszívelésre ajánlott klasszikust hoztam,
Rejtő Jenő a Szőke ciklon című alapművét, ami talán a ugye kettőt nem gondoltam volna, de a 14 karátos autóval együtt hát az alapművek közé tartozik nálam, és remélem sokaknál is, hiszen sokan azt gondolják valóban, hogy Rejtő Jenő és az ő írományai, az csak valami ponyva regény volt, sokszor is ezt gondolták, ugye 50-es években is például, de utána felfedezték valóban a művészeti értéket, és azt, hogy sokszor a kacagtató írások mögött is igazi tragikum áll, és hát nem egy olyan regénye van Rejtőnek is, ami hát akár tragikus részekkel is operál, és a régió, a légióban játszódik például, és művei, halálok vannak benne, tragikus sorsok, de valahol az is az üzenete általában ennek a műnek is, ez mondjuk egy könnyedebb hangvétel éppen a Szőkeciklon, de az, hogy ha keressük a boldogságot, kinek mi jelenti azt, végül lehet, hogy kerülő utakon, sok szenvedés után, sok kaland után, izgalom után, de megtalálhatjuk. A közismert vállalkozó Kakass Szabolcs is sokat olvas, ha ideje engedi. Őt is már fiatal korában elvarázsolta a könyvek világa. Az olvasás úgymond kivent a divatból, bár hiszen egész végig olvasunk, és az internetet nem lehet olvasás nélkül böngészni, de ez a fajta olvasás már nem az agynak szól, hanem csak a tudásvágyat, nem is tudom, mit kényszeresen kielégítünk vele. Az egész kora gyermekkoromat olvasással töltöttem, tehát nálam nem volt még akkor meg ez a játék, nem voltak annyira sok közös ugrándozások, mint a Pál utcai fiúban kint a Grundon. Én olvastam folyamatosan, és nekem ez rengeteg olyan tapasztalatot és erőt és tudást adott, aminek okán itt vagyok, és itt állok. Nyilván lehettem volna más is, meg lehetnék is még más is, de rengeteget köszönhetek ezeknek az olvasmányoknak. Amit most megmutattok, talán ebből nem olyan nagyon sok került be lapozgató keretei közé. Ez egy science fiction könyv, ami nyilván valamint, hogy informatikus vagyok, valamennyire azért közel áll is, közel kell, talán ez rossz szó, hogy kell álljon hozzám. Ettől függetlenül a szép irodalom is nagyon jó, nagyon-nagyon kedvenc könyvem például a Trézsi néni Kosztosai, ezt nagyon-nagyon sokszor elolvastam. Általában nem olvasok el különben többször könyvet, hiszen ugye megint csak az idő hiány, tehát hogyha egyszer tetszett, az nagyon komoly indok kell, hogy legyen, hogy még egyszer a kezembe vegyem, és még egyszer elolvassam, na az megtörtént egy 5-6-szor minimum. A lapozgató az elmúlt évek során sokféle műre hívta fel a figyelmet, és több generációt szólított meg. A Kulturkép stábjával 2016-ban gondoltuk azt, hogy elindítunk egy könyvajánló rovatot. Az elképzelést szerencsére hamarabb sikerült megvalósítani, így 2016. októberében már le is ment az első adás a lapozgatónak, és most ott tartunk, hogy most március 16-án már a 300. epizódhoz érkezünk el. Amire szerintem igazán büszkék lehetünk a stábbal, az az, hogy sikerült középiskolásoktól kezdve felnőtteken át egészen az idősebb korosztályig mindenkit bevonzani, és ez a 300 adás, ez azt jelenti, hogy sokkal több, mint 300 könyvet ajánlottak, hisz volt olyan, aki egy 7-8 részes kötet sorozatot hozott magával, úgyhogy rengeteg könyvet megismerhettek az olvasók az elmúlt 6,5 évben a Kulturképből. Ha nem tudják, mit olvassanak, nézzék a lapozgatót. Ha van kedvenc kötetük, ajánljanak önök is egy-egy könyvet a lapozgatóban. És ha már a könyvajánló rovat volt a téma, most jöjjön a lapozgató e heti epizódja. Egy igazi klasszikus, A gyilkosság az Orient Expressen került terítékre a mai lapozgatóban. A Bibó Gimnázium könyvterébe látogatunk el, ahol az egyik diáklány osztja meg nézőinkkel a könyvvel kapcsolatos gondolatait. A jelenlegi kedvenc könyvem A gyilkosság az Orient Expressen, mivel krimi és nyomozós történet. És Agatha Christie írta, aki az egyik kedvenc íróm, aki a Tíz kicsi négert is írta. És ebben a történetben a főszereplő a híres nyomozója Hercule Poirot, aki egy katonai ügy után Isztambulban pihen meg, viszont egy sürgős hír kap, ami szerint Londonba kell rögtön utaznia, amit az Orient Expressen tesz meg. Viszont ezt egy baleset éri az utazást, mivel
egy hóvihar jön el a vonatra, ezért megáll. És az este folyamán egy sikítást hallanak, ami azt jelentette, hogy meghalt valaki. És Poirotnak ezt kellett kiderítenie. A vonat összes 13 utazója gyanúsítottá válik a történet folyamán. És szerintem egészen izgalmas végigkövetni a profi nyomozó munkáját, ahogy felderíti az ügyet, és át lehet érezni a feszültséget az utasok számára. Aki meghalt, arra Poirot azt gondolja, hogy nem is az, akinek kiadta magát. És ezért válik szerintem izgalmasá a történet, mert igazából a családját is el kell kutatnia, és olyan titkokra bukkan rá, ami nem volt egyértelmű előtte. És a személynek a múltját deríti fel. Agatha Christie szerintem híres erről, hogy igazából nagyon fordulatosak a könyvei. És hát igazából krimi szóval szerintem nagy részénél már a műfajnak is megvan ez a hangulata, hogy nem tudod, mi fog történni, és pont azért szeretem. Inkább 12 éven felülieknek ajánlanám, mert hát nagy része a gyilkosságról szól, és szerintem a fiatalabb korosztálynak ez még picit ijesztőbbé válhat. Szóval azoknak ajánlanám, akik nem félnek az izgalomtól, és átérezhetik igazából a mű súlyát, és hogy milyen fontos felderíteni egy gyilkosságot. Szavalóverseny, kiállítás, bábszínház is szerepel az elkövetkező napok program kínálatában. Programajánló rovatunkból azt is megtudhatják, milyen események lesznek Halason március 15-én. Sőt, azt is elmondjuk, miért érkezik Halasra Karda Beáta énekesnő. Már jönnek is a részletek. Idén is megrendezik Kiskunhalason a Hatvani Zoltán emléke előtt tisztelgő szavalóversenyt. A megmérettetésre középiskolások jelentkezését várták. A verseny március 11-én lesz a Csipke Hotelben 9 órától. Dedikált címlapok. Új kiállításra készül a Halasi Sétál utcai közösségek háza. A tárlat Pál László gyűjteményéből mutat be egy összeállítást. A program díszvendége Karda Beáta énekesnő. A kiállítás megnyitó március 14-én kedden 18 órakor kezdődik. Érdemes lesz ellátogatni az eseményre, hiszen lesznek meglepetések. Karda Beáta pár dallal is készül, és a gyűjtemény egy része csak a megnyitón lesz megtekinthető. Március 14-én kedden a Martonosi Pál Városi Könyvtárba várja az érdeklődőket a Szivárvány Báb Színház. A bábos program délután 16:30-kor kezdődik. Március 15-e megünneplésére készül Kiskunhalas. A városi program 10 órakor az Országzászló emlékműnél kezdődik. A zászló felvonást követően ünnepi beszédet mond Hunyadi Péter önkormányzati képviselő. Ezt követően virágelhelyezés lesz a Torma János Múzeumban, majd a nemzeti dal közös elszavalása és koszorúzás a Petőfi szobornál a Halasi Városmenedzser Kft. Szervezésében. 12:30-kor könyvbemutató kezdődik a Torma János Múzeumban. A Torma János talpra magyar, a történelmi tabló históriája című kötetet mutatják be az érdeklődőknek. Március 15-én szerdán reggel 8 órakor kezdődik a Magyarok Vására a Kiskunhalasi piac téren, melynek célja a kézműves mesterek munkáinak népszerűsítése. Több mint 200 kézművest és termelőt várnak az eseményre. Többek között hangszer, fajáték és íjkészítőket, de nem ez készítők, viseletvarrók is érkeznek. Zenés, táncos programok is lesznek. 9 órától a hagyományőrző kelevézek kezdik a bemutatkozások sorát, de helyi népzenészek, néptáncosok is fellépnek a Hazatalálás baráti kör szervezésében. Ünnepi műsor és ökumenikus áldás. Sas Károly sírkövének újraavatására várja az érdeklődőket a Pásztortűz Egyesület. Az esemény 15-én 14 órakor kezdődik a régi református temetőben.
Most egy kicsit elhagyjuk Kiskunhalast, sőt a régiót is, és meg sem állunk Miskolcig. Egy online interjút készítettünk el egy ott élő tehetséges énekesnővel, aki zenei téren igen aktív mostanában, hiszen elsődleges célja, hogy országszerte a lehető legtöbben megismerjék munkásságát. A zene, a szeretet, a lélek, a lényeg, tudnotok kell, ezért eresztem szélnek, szívből csinálom, a szívemben éltek, ilyenek a vérbeli zenészek. Legelőször nekem ez úgy indult, hogy fejben összetettem, hogy most én írogatni fogok magamnak, ugye én verseket írtam első körben. Aztán, mikor én elkezdtem saját magamat, végül is igazából én tapostam ki az utat, amikor én elkezdtem ugye járni az Egressy Béni zeneiskolába itt Miskolcon, akkor ugye 5 évet képeztem magam, és úgy mentünk tovább. Szóval kikerestem, hogy kik azok az emberek, akik számomra tudnának segítséget nyújtani, úgymond beszéltem velük, megbeszéltem a projekteket, és így úgymond haladtunk az árral szemben. Lejátszottam persze az játszmát, nem is a legtöbb és semmilyen álcát. A zene, a szeretet, a lélek, a lényeg, tudnotok kell, ezért ereztem szélnek. Én általában mindig ugyanazzal a stábbal szoktam dolgozni, az Imagicor nevű csapattal. A szóló dalaimat általában ők készítik. Ugye zenei téren viszont ugye alapzene vagy beat, keverés téren ugye szoktam változtatni az ismerősöket. Hál' Istennek van úgymond sok több felé kapcsolatom, információim. Úgyhogy, mert azt szoktam igazából változtatni. Ami állandó szokott maradni, az nagyrészt az Imagicor nevű csapat, aki a képvilágot intézi. Érzem, nem vagyok hibátlan, tudom, nagyon sok hibám van, de nézd meg, hogy élek, lásd, mennyit érek, a hosszú úton a szívem hajt. Figyel a sztorim, most elmesélem neked, minden nap hajnal 3-kor kellek és megyek. Ennek egy kicsit becsapós a címe ennek az új dalnak, mert ugye hibátlan címmel jelent meg, hol a teljesen más a tartalma. Tehát úgymond nem arról szól oda, hogy én hibátlan vagyok, és hogy nagy zolok, vagy bármi, hanem úgymond egy értéket, egy napi értéket közvetít a dal, ami ugye rám is igaz, illetve nagyon sok ember is tud magával azonosulni, mármint magával a dallal. Én nagyon szeretek értéket is közvetíteni, tehát nem csak azt, hogy a vakvilágba lövöldözök, vagy bárkit úgymond lealázok a zenémmel, tehát hogy nem ez a cél, hanem az, hogy értéket is szolgáljon és közvetítsen úgymond az emberek felé, hogy legyen tartalma egy zenének, én nagyon szeretem. Holott tudjuk, hogy befutottak olyan dalok már, aminek úgymond szöveg értelmét nem látom, hogy szövege milyen van, pedig mégis befutottak, de hát én nagyon szeretem, hogyha van tartalma is egy szövegnek. Nálam úgymond hirtelen jönnek ezek az ötletek, amikor éppen meglátok, teljesen változó, hogy mikor kap el egyik lett. Van, amikor éppen csak ránézek egy buszon lévő emberre, vagy aki mellettem sétál, és akkor na most ezt le kell írnom. Aztán veszem a telefont, és akkor ezt a gondolatot szépen leírjuk, mert tudjuk hasznosítani, de a fennmaradó részben bárhol, bármikor. Tehát, hogy ha egy erdőben sétálok, akkor is akár Ezt egyszerűen nem is tudom befolyásolni szerintem. Általánosságban mindig úgy szokott lenni, hogyha én kiadok egy zenét, akkor mindig hú, az a legjobb, mindig amit kiadtál. Uh-huh. Jó, oké. aztán így változó, tehát így szerintem mondhatom azt, hogy megoszlik a tábor. Mert ugye több dalom is kijött már, körülbelül 7 van kint, meg ugye még van többi a tarsolyba is, és ugye folyamatosan szépen jönnek. De mindegyikről más a visszajelzés. Nyilván a negatívakkal olyan téren nem foglalkozunk, akik bántalmaznak vagy bármi. Egyéb dolog, de hát csak a célra összpontosítok. Műsorunk a zenével, Fuvola szóval zárjuk, az Alapfokú Művészeti Iskola egy koncert részletével. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!
Thank you.